Matilda vagyok, és a mai videóban megcsinálom a mennyire ismerem a könyveimet kihívást. Ehhez kértelek titeket, hogy írjatok Instagramon pontszámokat, azon belül könyvszámokat, rengeteg érkezett be, köszönöm szépen, hogy segítettetek. Ezekből válogattam random ki a különböző kérdésekhez számokat, és hát ezt fogom megcsinálni, úgyhogy kiderül, hogy valójában mennyire is ismerem a könyveimet. Mondjuk van egy-két kérdés, ami olyan dolgokra vonatkozik, amit soha nem szoktam megnézni könyvekben, úgyhogy azokat nem fogok meglepődni, ha nem tudom. De remélem nem bukok el csúfosan. De hát majd meglátjuk. Ezt már másoknál is láttam, igazából onnan jött az ötlet, úgyhogy majd csinálta már Erika, csinálta Evelyn, csinálta Hales is talán, mindegy, majd a többiek videóit belinkelem a leírásba, illetőleg az eredeti kihívást is, amit Jessie the Reader hozott létre, ami alapján ugye ezt én is most csináltam, úgyhogy akkor lássuk, mennyire ismerem jól a könyveimet. Jó, hát nem tudom azt megcsinálni, hogy az egész polc látszódjon, mert az nem fog menni. Mindegy, számozás ügyileg úgy fog menni, hogy nyilván elég egyértelmű tekintve, hogy csak egy polcom van, szóval első polc, második, harmadik, negyedik, öt, hat. Így van, hat. Könyveket meg majd ide fogom mutogatni úgyis, mert amúgy nem látszódnának. Na, és akkor nézzük a kérdéseket, 28 darab van, úgyhogy ez jó kör lesz. De válogattam bónusz számokat is, hogyha valahova valami nem lenne jó. Oké, a kérdéseket így nagyjából fordítottam angolról magyarra, így nem teljesen, de a lényeg az egyébként, hogy minden kérdés elején ott van, úgyhogy anélkül, hogy megnézném. Nyilván az lenne az értelmes, hogy nem látom a dolgokat, mert nekem kéne megmondani. Na jó, nézzük. Legelső, anélkül, hogy megnéznéd, mondd el, miről szól ez a könyv, 3.17. Ez a Beren és Luthien, ez könnyű. Ez a könyv Berenről és Luthienről szól, az ő történetükről, a szerelmi történetükről, a megismerkedésüktől, a teljes életútjukon át, több verzióban elmondva, mint hogy Tolkien több verzióban megírta, és nincs egy igazán véglegesített, és ezt a fia Christopher válogatta össze. Aztán ezért kapok egy pontot. Második kérdés. Anélkül, hogy megnéznéd, mi a könyv műfaja 5.1? Ez Szélesi Sándortól a Kincsem, ez egy romantikus történelmi fikció, részben fikció egyébként, valamennyire valós történet alapján készült, de egyébként romantikus történelmi. Igen, ebben tuti biztos vagyok, de mindjárt gyors, akkor majd csekkoljuk a címkéit. Igaz történet alapján, igen. Romantikus, történelmi romantikus. Szerintem ezt eltaláltam, és ezt most nem fogom visszatenni. Harmadik. Mi van a borítón, anélkül, hogy megnézném nyilván, 3.12. John Green-től a papírvárosok. Ezen van egy rajzszög. Tutira. Van rajta egy sárga kör, amiben benne van Margó jellemzése. És talán egy város sziluett. Jó. Jó vagyok. Ott rajzszög, város. És ott a sárga kör, úgyhogy én ezért adok magamnak egy pontot. 4. Mi a főszereplő neve? 2-2. Oké, ez egy irtózatosan könnyű választás, mert nem azért, hogy vajon mi a főszereplő neve? Percy Jackson. Minthogy Percy Jackson is az Olimposziak sorozat második része a Szörnyek tengere jött ki. Hát, ez gáz lett volna, ha elrontam. 5. Nevezd meg egy mellékszereplőt. 4-15. Ez Rick Jancy-től a Végtelen tenger. Hú! Hát az a helyzet, hogy ez a könyv eleve több főszereplős. Kéne egy mellékszereplő. A porcelányka. Volt benne egy ilyen tutira, és ő mellékszereplő. Pont megtaláltam, mire kikapcsoltam a kamerát. De itt van, porcelánka, mellékszereplő. Jó vagyok, pedig erre a könyvre abszolút nem is emlékszem már. Tehát, hogy így a sztorinak megvan a legeleje, meg a legvége, és a közepén nem tudom, mi történik. Hasítok. 6. Tippeld meg, hány oldalas a könyv? 25-tel lehet kevesebbet vagy többet mondani, és akkor még elfogadjuk. 6-12. Jó, ez Cassandra Clare-től lett a Bukott Angyalok Városa. Hát egy 300 oldal, ez szerintem van.
Lehet, hogy van 400 is. Legyen egy 350. Ezt nem találtam el. Többre kellett volna tippelnem, mert ezek egyébként hosszú könyvek. 434, ez nem volt meg. 6-ból még csak egyet rontottam, úgyhogy azért jó vagyok. 7. Anélkül, hogy megnéznéd, milyen értékelést adtál a könyvnek, egy 20. 20. Bán Péter Jim Barry-től. GM Barry-től. Szerintem ennek 3 csillagot adtam. 4-et. 4 csillagot adtam a Pán Péternek. Hát ez még engem is meglepett. Na jó. Akkor ezt se találtam el. Ez most így totál meglepett. Oké. 8. Hol játszódik a történet? 2.17. Szóval, ez az a Trials of Apollo, The Hidden Oracle, nem, Trials of Apollo második része, The Dark Prophecy, Rick Riordantól. Hát gyanítom, hogy itt nem elég mondanom, hogy Amerikában játszódik. Várjunk, ez valami városban. Atlantában? Lehet Atlantában játszódik? Na, várjunk. Indiana. Na mindegy. Szóval ez Indiánában játszódik. Javarészt. Amúgy mennek össze-vissza ezekben a könyvekben, szóval... Mindegy. Jó, oké. Nem baj, nem baj. Oké. 9. Hogy hívják a szülőket 623? Hát jó. Oké, ezt tudni fogom. Ez az Emma, Jane Austen-től. És... Szerintem külön nem mondtak keresztnevet. Az anyja halott, az apja pedig... Emma Woodhouse, tehát akkor Mr. Woodhouse. Ez igen, biztos, hogy ez az apja neve, mert a Jane Austen könyvekben nem szoktak így nagyon a szülőknek más nevet mondani, úgyhogy ez jó, ez megvan. Én ezt elfogadom magamnak. Oké. 10. Milyen színű a könyv a védő borító alatt? Ugye ez kemény táblás könyv kell, és mikor válogattam össze a számokat, akkor néztem, hogy olyan legyen, ahol van kemény tábla. Az pedig a 222. Hó, 1, 2, 3, 4, 5. 22. Milyen színű a könyv a védőborító alatt? Ez a Ship of the Dead, Rick Riordantól. Piros. Azt hiszem. Elfogadjuk. Végül is a piros skálán van. Bordó. Piros. Elfogadnám. 11. Van valami a kötéstáblán a borító alatt, például kép, vagy valamilyen lenyomat? 226. Akkor most máshogy számolok, mint eddig. Jó, mert amúgy nem jött volna ki óra. Ez a Sword of Summer Magnus Chase 1. És a borító alatt a Magnus Chase jel van. És a gerincen a címe. Igen. Igen, ott a Magnus Chase jel, gerincen a címe. Jó. Azért ezeket a könyveket jobban ismerem már legalább. 12. Milyen színű a betű a védőborító alatt? 3-8. Az nem lehet, mert a 3-8, 1-2-3. Az egy vaják könyv, szóval lesz a 3-9. Remélhetőleg az nem ilyen többször. De mindegy, mert a Simon a legközelebbi kemény kötéses könyv azon a polcon. Milyen színű a betű? Kék. Igen, kék a betűje alatta. Tadá! 13. A fejezetek számozva vannak, vagy címük van? 3-22. Ez most 8-9-10. Ez a karácsonyi levelek Tolkientől. Szerintem ebbe csak számozva vannak a levelek. Vagy a fejezetek. Hmm.
Ja, ebben nem is rendes fejezetek vannak. Évszám szerint. Így van fejezetekre bontva. Mert a fejezetek évszám szerint vannak bontva, de az meg lehet címnek számít. Úgyhogy akkor nem tudom el. Igazából nem mondtam jó választ, de igazából teljesen rosszat sem. 14. van rajta díj, 5-12. Na most, ilyen konkrét díj, ez a kiválasztott. Max szerintem a hátulján, az elején biztos nincs. Nincs. Úgyhogy ezt is elrontottam. Jó. Nem baj. 15. van rajta írói ajánlás, 4-25. Na most, ez Jojo Moyes-tól a Mielőtt megismertelek írói ajánlás. Van. Inkább csak ilyen ízés ajánlások. Külön írói szerintem az. Miért nem megy ez most nekem? 16 van leírás a könyv hátulján, 6-24. Girls of Paper and Fire van. Ott van. Van-e kép a szerzőről? 6-30. Micsoda, van-e kép a szerzőről? Ez Neil Gaiman-től a hátulján szerintem van. Nincs? De! Ott van! Ha-ha! Yes! Annyira síralmasan azért nem teljesítek. 18. Álnév a szerző neve vagy sem? 3-7. Ha nem vágyátok, nem veszem ki, mert itt van az a végzett kardja Andrei Zapkovszkitól, és neki szerintem ez a neve. Mert ez nem hinném, hogy álnév. Gyanítom, ez a neve. Igen. Ezt én elfogadom magamnak. 19. E/1-ben írták, vagy E/3-ban? 4-13. Szunyadó Parázs, váltott szemszög, E/1. E/1. 20. Van bármilyen kép vagy illusztráció a könyvben? 2-18. Van bármilyen kép vagy illusztráció? Hát ez a harmadik Trails of Apollo rész. A fejezetek ki vannak dekorálva, de azon kívül más kép nincs benne. Igen, jól mondtam, nincs benne. Oké, 21 van, epilógus, 4-12. Madeleine Millertől az Achilleus dala. Epilógus, az a végén van. Epilógus, epilógus. Pedig ezt most olvastam nemrég. Van. Vagy ez az utolsó fejezet? Na, az utolsó fejezet. Na, jó van. Akkor ezt nem tudtam jól. 22 van prológus, 5-28. Hát ez a nehéz istennek lenni, és én ezt még nem olvastam, úgyhogy megkockáztam, hogy nincs prológusa. De van. Bezony van neki. Választhatok-e helyett újat? Ezt nem olvastam, így nem éri. Sose néztem bele a könyvbe. Várjunk, van egy pótszámom valahol. A 2-5. Az az első. 1-2-3-4-5. Jó, én ezt fogom inkább, mert tényleg fogalmam se volt róla. Mint hogy sose olvastam. Szóval ennek nincs prológusa. Ennek tutira nincs. De benézném, hogyha lenne, de nincs. Ez... Percy Jacksonba bízhatok. Ezeket a könyveimet tutira ismerem. 23, dedikált, 6-14. A kupac alján van, de Lila Bowen-től a Wake of Watchers nincs dedikálva tutira, mert körülbelül nem sok könyvem van, ami dedikált, és főleg nem olyan könyvem. Főleg nem angol könyvem. Na, szóval, angol könyvem nincs dedikálva tutira. 24, az oldalszámokon van dekoráció, 5-22. Hát ezt se olvastam. Viszont láttam apát olvasni, úgyhogy ez már haladás. Szerintem ennek nincs dekorációja. Nincs. Simák az oldalszámok. 25. A fejezetek elején van valami design. 1-2. Így neveld a serkenyedet, második rész. Nincs design. Az illusztrációk nem számítanak annak a fejezetek elején. Csak ilyen kis fancy a izéje. Így. Na jó, azt most nem tudom visszatenni.
mindegy. Csak haladni akarok. 26. A köszönet nyilvánítás a könyv elején vagy végén van. 2, 12, 5, 8, 9, 10, 11, 12. Ezt most innen ki kéne vennem? Szerintem, hát hogyha ebben van, akkor a végén, de szerintem nincs benne. Tudjátok, itt megyek egyet tovább erre. Ezt most nem fogom kihalászni, bocsánat. Szerintem nincs benne. Nincs benne, úgyhogy gyanítom, abba sincs. Két darab kérdés, kellett újraindítanom a kamerát? Jó. 27. utolsó előtti, melyik évben adták ki a könyvet? 3.18. Na jó, ennek a kiadásnak az évét próbálom meg megtippelni, mert nyilván a 61-es amúgy talán az eredeti Hobbit 60-valahanyas, de ezt nem mondom biztosra. Úgyhogy akkor legyen ez a kiadás, ez... Ezt még azelőtt olvastam a Gyűrűk Urát, vagy utána? Szerintem ez egy ilyen... Ez még európás, most már a magvetőnél van talán. 17. Ez 14-es kiadás. Nem akkor vettem, később vettem tutira, úgyhogy igen. Oké, utolsó kérdésünk 28-as. Melyik évben olvastad ezt a könyvet? 5-20. Ez a Veled minden... Veled teljes a világ, amit abban az évben olvastam, amikor idéztem a csatornát, ami 2018. Úgyhogy ezt legalább tutira tudom. Biztosan. Visszamolyra gyors ellenőrzöm. 18, igen. Legalább az utolsót tudtam. Jó, majd kiírom, hogy mi lett a végeredmény. Hát ennyire ismerném akkor a könyveimet, úgy néz ki. Azért annyira rossz nem voltam. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!